Micsoda örömhírre ébredek ma, gyerekek, nem hiszem el. Nem hiszem el ezt. Anglia kilépik az Európai Unióból. Kilépett. Hát kilépett, ma ugye megszavazták, hogy kilépnek. És be kell ezt tartsák, más se nincs. 52%, 48% arany. És David Cameron már bejelentette, hogy ő le fog mondani, mert új irányba kell ezzel ebből kifolyólag vinni az országot, ügyézi, nem tudja, nagyon helyes, tessék menni haza. És új korszak kezdődik Nagy-Britanniába, gyerekek. Gratuló a britteknek. Már látom, hogy sír az egész globalista bankártársaság. Egy-két klipet néztem meg a Frutyubon. Már sírnak, hogy ó, le fognak menni az árak, ó, leesik a izé a lira ára, meg a, vagy hogy hívják, a pound sterling ára, meg a... Ó, meg le, ez lemegy az ára, s akkor mi van, lemenjen s kész, hadd menjen. Kit érdekel, a lényeg az, hogy ez a rohadt bürokratikus, monolitikus, nem működő árnyékszervezet, ez az Európai Unió, az meg kell szűnjön, mert egyszerűen nem fenntartható. És remélem, hogy Magyarország fogja követni Angliának a példáját, és kilépik ő is. Remélem, ez egy ilyen domino effektet indít el, egy ilyen láncreakciót. És kilépik mindenki, megszüntetnek el minden. Ez így nem munka, gyerekek, hogy Brüsszel diktálja, hogy Magyarországra, Angliába, vagy akárhova, hogy hány emigránst kell fogadni, meg minden diktálnak felülről ez. A Szovjetunió 2.0. Szovjetunió 2.0-as. Kicsit más ruhába öltöztetve, de a lényeg az ugyanaz. Úgyhogy decentralizálni kell, gyerekek. És a népek ezt érzik, és tudják. Úgyhogy nagy változások lesznek. Meglássátok Amerikába, és itt is ez lesz. Nem lesz Hillary elnök, Trump lesz az elnök, mert az embereknek elegik van a bullshitből. És a haza fogja küldni azokat a politikusokat. Az ilyen Hillary fajtákot, akik korruptok, a csontvelői korrupt Hillary, a Hillary Foundation, az alapítványuk. Tiszta pénzmosás, a bandáiknak a pénz szétosztás, törvénykezés, csak arra használják a politikát, hogy kielégítsék azokat, akik őket pénzelik. Hát ilyen 3-400 dollár, 5-600 dollárokat kapnak egy beszédét Clinton, Hillary vagy Bill Clinton. Mire fél? Ez csak pénzmosás az egész. Úgyhogy az az érzésem, gyerekek, hogy nagy változások lesznek úgy Európában, mint Amerikában, s világszerte. Ez a globalista mozgalom, ez le fog süllyedni, el fog tűnni, mert nem működik, és nem fenntartható. És az államnak a hatalmassá növekedése, ha amerikai állam, ha az EU, nem fenntartható, és meg kell szűnjön. Úgyhogy kíváncsian várom a fejleményeket. Ja, és még egy dolog, hogy ez csak a rémizgetések, hogy ó, most mi lesz Angliával? Jó, kiléptek, mi lesz most Angliával? Semmi. Mi lett Svájccal? Svájc nem az EU tagja. Nézzétek meg a Brexitet, Brexit the movie, a filmet. Belinkelem aló. Svájc a legnagyobb az életszínvonal, virágzik, és ugye tud mindenkivel trédelni, tehát cserekereskedelem, nem kell ahhoz EU. Egyáltalán nem. Azzal rémizgetik, ó, most ha kilépik Anglia, akkor nem
nem fog tudni üzletelni az másik országokkal, nem a nyavaját, sőt, jobban fog tudni negociálni, alkudozni, és legalább ők döntik el ott helyben a saját igényük és a saját érdekeik szerint, ugye? Hogy mi jó nekik és mi nem. Nem az EU-ból valami ismeretlen bürokraták. Úgyhogy örvendek ennek a népszavazásnak. Remélem, hogy nem fognak kitáncolni belőle. Nem úgy néz ki. Cameron azt mondta, indíts el azt a 50-es, mit tudom, valami fájl 50, mit tudom, minek hívják. A folyamat, hogy kilépni az EU-ból, beléptelhet 2 évbe is, de ki kell lépjenek, már se nincs. Ki lesz a következő? Mit szóltok? Melyik ország lesz a következő? Én szeretném, ha Magyarország lenne a következő. Nagy lenne. Úgyis Magyarországot már úgyis szidják, utálják az EU-sok. Mert ugye sokszor szembe menjen a követelményekkel. És jól is teszi ugye például a migránsok ügyében. Na, de viszont nem mindig, máskor pedig úgy táncolnak, ahogy fütyül az EU, úgyhogy ne a kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. De szerintem ez precedenset teremt most, ugye? Úgyhogy nem csodálkoznék, hogyha beindítana egy EU-bomlási folyamatot. De mindegy, úgyis csak idő kérdése az EU, mikor romlik meg, hogy most ez indította el a folyamatot. Úgyis meg fog bomlani hamarosan, szétomlani. Nem lát, hogy lehet fizetni azért az apparátusét. Hát nézzétek meg a Brexitet. Mekkora apparátusa van ennek az EU-nak. Azért mind fizetni kell, ugye? Ki fizet azért? A tagállamok. Ja. Úgyhogy... Ja. Tehát még egy extra réteg bürokrácia, ugye nem elég, hogy már minden országnak megvan a saját túl kövére hízott kormánya. Az EU-val még egy réteg bürokráciát. Még tartsunk el 50 ezer vagy 100 ezer politikus. Ki tudja, hány van az EU bürokráciában. Millió az is lehet, hogy mit tudom én, hányan vannak. Tartsuk el még azokat is. Még azok is se szipolyozzanak ki egy kicsi vét belőlünk. És még azok is még adjanak rá a 5 millió ódal regulációt, szabályozásokat, mintha nem lenne elég, és minden államnak a sajátja. A saját 600 millió szabályozása. Még tegyünk rá az Európai Uniótól még 580 millió szabályozás, mert az biztos meg fogja oldani minden problémánkat. Őrület, gyerekek. Csak nézzétek meg a Brexitet, hogy például mennyi szabályozás van a káposztáladásra, valami 2000, vagy ilyen hülyeségek, egy matracáladás, vagy mit tudom, több száz szabályozás van ilyen apró dolgokra. Őrület, gyerekek, őrület. Na jó. Csak annyi. Meg akartam már osztani az örömömet. Sokan pessimisták mostanában, azt mondják, nem lehet csinálni semmit. Mert úgyis a globalisták irányítsák, meg a bankok, meg a pénz, meg a hatalom. De nem igaz, mert eljön egy pont, mikor Tódi nem tűri tovább, a nép nem tűri tovább, és akkor jön a forradalom. És remélhetőleg békésen megoldható. Népszavazással, meg ugye különböző békés megmozdulásokkal, párbeszéddel, filozófiával. Mert ha nem, hogyha a politikusok nem hajlandóak változtatni,
a nép kérésére, akkor utána nagyobb problémák lesznek, ugye? Akkor forradalom lesz, és akkor vérontás lesz, és akkor akkor jön a következő Hitler, és jó. Tehát jó, remélem, hogy a dolgok változni fognak. És már lássuk sok szinten, hogy változás szele fújdogál, úgyhogy én örök optimista vagyok, gyerekek. Nagyszerű. Gratulálok, Anglia. Ügyesek voltatok.